az elmúlt hetekben és az elkövetkező hetekben Nyíregyházán, Zalaegerszegen, Szolnokon és még jó néhány más városban tart az együtt közösen más politikus társainkkal korrupcióellenes fórumot, amelyre ide Zalaegerszegre most Szelényi Zsuzsát, Hajdon Órát, két elnökségi tagunkat, közösségi képviselőnket, Juhász Pétert és engem várunk. Mai napon én arról fogok itt beszélni, hogy döbbenetes, hogy a oktatási rendszert üzemeltető Klikben 2015-ben már 4421 közmunkás dolgozik, ami azt jelenti, hogy a magyar kormány, a Fidesz egy olyan oktatási rendszert üzemeltet, amelyben a közalkalmazott pedagógusokat és oktatási kisegítőket kiváltják, lecserélik közmunkásokkal. Az a helyzet, hogy a közmunkás rendszert nem erre találták ki. Az együtt múlt héten nyilvánosságra hozta a Dolgozni, Boldogulni című javaslatát, amely egyrészt a közmunkaprogram átalakítására vonatkozó javaslat, másrészt új munkahelyek létrehozására, új álláshelyek létrehozására vonatkozó javaslat. Zalaegerszeg is az országnak az a része, ahonnan ma elmennek az emberek, sokan Ausztriába dolgozni, sokan még távolabbra nyugatra, és nagyon sokan vannak, akik beszorulva a szegénységbe, közmunkaprogramban vesznek részt Zalaegerszegen is, vagy Zala megye különböző szegényebb vidékein. Az együtt álláspontja szerint a Fidesz közmunkaprogramja mindenkit bezár a szegénységbe, és a vállalkozók számára, munkahelyet létesíteni akarok számára sem az adórendszer, sem a járulékrendszer nem teremti meg az új munkahelyek létrehozásának a lehetőségét.